Régiónkban is egyre jobban érezteti hatását a klímaváltozás. Több olyan betegség is sújtja az itt élő fenyőket, amelyekért ez a jelenség tehető felelőssé. Ráadásul már a kevésbé igényes fajok egyedei is könnyen legyengülhetnek. Ez lejön, és majd növekszik a másik. Könnyen válik le a kéregenről, a fenyőről, káló semjé mellett. Ez a mintegy 60 éves fa betegségben szenved sok másikhoz hasonlóan. A kéreg alatt szúj és más rovarfajok telepednek meg, a teljesen legyengült növények pedig végül elpusztulnak és kidőlnek. Itt a nyírségben az erdei és a fekete fenyő az elterjedt, ezek a homoktalajon is megjelenek, nem túl igényesek. Az elmúlt években mégis ezekre is hatással volt a klímaváltozás. Ez a két faj, az erdei fenyő, a fekete fenyő, az nem igényli azt a klasszikus fenyőklímát, amit sokan képzelnek, tehát nem a magas hegységek fafajai elsősorban, hanem az ilyen alföldi, szárazabb körülmények között is meg tudnak élni. Viszont a nyári csapadék hiánya és annak az eloszlásbeli anomáliája azt eredményezte, hogy sajnos több gombabetegség, illetve rovarkárosító is megjelent az elmúlt években, ami a fenyőfák legyengüléséhez vezetett. Ez egyfajta kárláncolat. Az egyed legyengülésével előbb eltűnik a tűlevél a fákról, aminek következtében nyitott lesz a lombkorona, így még több pára száll el, a fák pedig elszáradnak. Az átalakuló klíma negatív következményeit a fenyők hosszabb távon is megérezhetik. Hogyha ez a tendencia folytatódik, amit az elmúlt 10 évben tapasztalunk, tehát hogy egyre melegebbek a nyarak és egyre rosszabb a csapadék eloszlása, akkor valószínűleg az fogja eredményezni, hogy az amúgy is gyengébb vagy rosszabb termőhelyre telepített fenyők el fognak tűnni hazánkból, és felváltja őket azok a lombos fafajok, amiket az erdész kollégák majd ültetnek. Ezek pedig már a hetek óta Ausztráliában tomboló tüzek képei. A természeti katasztrófa és a fenyők pusztulása közötti kapocsak klímaváltozás mindkettő fő oka ebben keresendő. Az ausztrál tüzeknek egyébként már több mint 200 ember és mintegy 1 milliárd állat esett áldozatául. Otthonok ezrei pusztultak el, és még nem is látni a pusztítás végét. A következő hetekben ráadásul tovább súlyosbodhat a tűzvész. Köszöntöm a stúdióban dr. Kiss Ferencet, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai tanárát, a környezettantanszék tanárát. És egy picit bajban vagyok, mert nem szeretném túlzottan megijeszteni a nézőket, de annyira meg igen, hogy ébresztő, mert most már tényleg valamit nagyon-nagyon tennünk kell, akár nekünk, egyes embereknek is, és hát a döntéshozókról meg nem is beszélve. Itt a fenyőkről beszéltünk a bejátszásban, de a mikrokörnyezetünket tekintve, mik azok a tényezők, amik már látszanak, hogy a klímaváltozás befolyásoltsága alá kerültek? Nagyon szívesen segítek a tévénézőket ébrezgetni, a hallgatóimnak is mindig az előadást azzal kezdtem, hogy szeretném őket felébreszteni arra, hogy nagy változás van, és ez a globális változás. Láttuk a bejátszásban is, hogy tőlünk távol eső területeken milyen borzalmak vannak, hogy a tavaly nyáron a braziliai őserdők, talán sokan nem tudják, sokkal nagyobb területek égtek, mint a braziliai területek, Szibériában is tavaly nyáron, és most itt van Ausztrália. Ez egyértelműen mutatja, hogy a klímaváltozás olyan szakaszba jutott, ahol tényleg muszáj valamit tennünk. De gondoljunk csak bele, hogyha figyeltük a Magyarországgal kapcsolatos időjárási híreket tavaly, akkor azt tapasztaltuk, hogy megint szélsőséges időjárás volt, megint hőmérsékleti csúcsok dőltek meg. És ugye itt alapvetően a növényekről volt szó, de éppen mielőtt jöttem, a Szép Tűbon professzor kollégámmal beszélgettem, ő a parti fecséket vizsgálja, és megkértem, hogy mondja meg, hogy körülbelül mennyire érinti a parti fecséket, és azt mondta, és újra megkérdeztem tőle, hogy jó a szám, amit mondtál, hogy a 95%-uk a parti fecséknek gyakorlatilag már eltűnt. Mi és ennek a hatása, vagy mi lehet ennek a hatása? Mert hogy egy hétköznapi ember nem biztos, hogy tisztában van ezzel, hogy hát mi a jelentősége ennek. Gondoljunk csak bele, és megint csak akkor vegyük a klímaváltozás példának, hogy itt azt szoktuk mondani, hogy kölcsönösen összefüggő rendszernek vagyunk a részei. Tehát itt az élőlények az élő és élettelen környezettől kölcsönösen függnek, mi emberek függünk leginkább az egésztől, és ha megnézzük például a fecskéket, hogy miért következik ez be. Például ezek a fantasztikus élőlények, ezek a néhány grammos madarak képesek innen a Tisza parttól, akár még Dél-Afrikáig is elrepülni. Minél szélsőségesebb az időjárás, annál inkább megtizedeli őket.
De hogyha, ahogy szoktuk mondani, hogy az időjárás mintázata megváltozik, és erről beszélt az erdész kolléga is, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk tavasszal, korábban vagy későbben jelennek meg bizonyos élőlények, vagy kezdenek rügyezni a fák, a növényekhez kapcsolódó hernyók, és sorolhatnám tovább. Azok a rovarok, amelyeket a fecskék megesznek, fontos a szaporodásukhoz, az életben maradásukhoz, azok ahhoz képest, ahogy ők ide érkeznek nagyon hosszú útról, és ezt ők nem tudják még szabályozni, hogy mondjam azt, hogy nem látják az időjárás jelentést, nem tudnak alkalmazkodni, mert nagyon gyors a változás. Ha túl hamar érkeznek, vagy ha túl későn érkeznek, akkor egyszerűen nincs lemaradnak, táplálék. Nincs táplálék. Na most gondoljunk bele, ez egy példa volt, de így kölcsönösen összefügg minden. Ugyanakkor meg, ha nem eszi meg a parti fecske azt, amit meg kellene ennie, akkor az meg fölöslegben a parti fecske, megint csak azt mondom, a parti fecske is tápláléka valaminek. Nem örülünk neki, amikor látjuk, hogy a vadmacska vagy a róka is sorolhatnám tovább a fészkeket, kirabolja, de ha nincs fecske, akkor az sem tud táplálékot enni. És ugyanez a helyzet a haszon növényeinkkel is. Tehát, hogyha nincsen megfelelő mennyiségű eső, akkor baj lesz a terméssel, és sorolhatnám tovább. Tehát amiben, hogy is mondjam, ébreszteni kell mindannyiunkat, hogy egy kölcsönösen összefüggő rendszernek, amit bioszférának, földnek hívunk, a részei vagyunk, és ott borulnak a dolgok, akkor mi leszünk a legnagyobb kárvallottai, mert mi függünk a leginkább ettől a dologtól. Mi az, amit lehet tenni? Én azt hiszem, hogy a legegyszerűbb dolog az, hogy végig gondoljuk ebben a fogyasztói társadalomban, hogy muszáj nekem megvenni azt, amit megveszek. Hogy mondjak egy példát, már túl vagyunk rajta, de éppen azon a héten, és engedjem meg, hogy így mondjam, indult a Black Friday őrület karácsony előtt, amikor az ENSZ bejelentette, hogy a széndioxid kibocsátással kapcsolatos vállalásainkat, hogy próbáljuk visszafogni, hogy ne legyen melegebb a klíma, és hogy a gyerekeinkre ne hagyjunk ilyen körülményeket, és vállaltuk, hogy mennyivel csökkentjük. Minden tagállam, aki ott volt ezen a tanácskozáson, nem hogy csökkentettük volna, hanem tavaly még ennek ellenkezője következett be, növekedett. Na most minden dolog, amit megveszünk, ahhoz energia kell. És ha fölösleges dolgot vettünk meg, akkor fölöslegesen gyártották, fölösleges energiapazarlás is sorolhatnám tovább. Vagy ugyanez, hogy mivel és hogyan közlekedünk. A közlekedési eszközeinknek a jelentős része, ez majdnem 100%, ez nyilván országoktól függ, mondjuk a skandináv országokban más, úgynevezett belső égési motorral működik. Tehát egyértelmű, hogy széndioxidot bocsájt ki. Ugyanakkor sok vita van arról, hogy az elektromos autók valóban kellőképpen környezetvédők-e, hiszen az előállításuk, illetve az akkumulátor, amit használnak, az is környezetterhelő hatású. Így van, én erre szoktam mondani, hogy nézzük a számokat. Ez teljesen egyértelmű, hiszen azt is elő kell állítani, ahhoz is energia kell, és hogyha olyan módon állítjuk elő, hogy szenet, kőolajat, gázt használtunk az energia előállításához, akkor azt jelenti, hogy széndioxidot bocsájtottunk ki. De ha megújuló energia, napenergia, szélenergia, geotermikus vízenergia, akkor nem bocsájtottunk ki széndioxidot. És van még egy fontos dolog az elektromos autóknál, az az, hogy az elektromos autó menet közben biztosan nem bocsájt ki széndioxidot. Tehát ott van benne a potenciális lehetőség, hogy le tudjuk minimalizálni a széndioxid kibocsátását, és amikor az előállítása során megújuló energiát használnak mondjuk az akkumulátor előállítására, később a töltésére, akkor ott van a potenciális lehetőség. Tehát nekem erről mindig az jut eszembe, hogy most itt van párhuzamosan a lehetőség, ami az elektromos, itt vannak a régiek, hát ezt már egyszer átéltük, amikor a gőz hajtású járműveinket átvették a belső égésűek. Ja, és még mindig vannak gőzhajtások? Igen, még mindig vannak gőzhajtások. Tehát ez is így lesz, hogy az elektromosban ott van a lehetőség, de a belső égésűben már nincsen. És ugye beszélgetésnél mondtam is egy példát, hogy ott van az az autó, meg lehet vásárolni, nem Magyarországon, amely hidrogént használ, az egy elektromos autó. A hidrogénből elektromos energiát állít elő, és a végén a kipufogóján, nevezzük így, vízgőz jön ki. Tehát hogy történt a dolog? Vízből
mondjuk napenergiával előállítok hidrogént, és végül az autóm visszaadja az eredeti forrást. Ez olyan, mintha most a benzin vagy a dízel autóm, mire felérek Budapestre, visszaadná a kőolajat a természetnek. Tehát itt van a lehetőség, csak élnünk kell vele. A kérdés az, hogy mennyi időnk van arra, hogy ezen gondolkozzunk, megteremtsük a feltételeket a sorozat vagy tömeggyártáshoz, hogy állunk, mert hogy exponenciálisan növekszik most már a változás. Így van, tehát hogyha megnézzük azokat a görbéket, ami az elmúlt időszaknak a változását mutatja, a természetes ciklusokat, ami a néhány százezer, néhány millió évre visz vissza, látjuk, hogy van egy természetes ciklus, de az a helyzet, hogyha a természetes ciklusnak valahol itt van a csúcsa, akkor a szén-dioxid kibocsátásban már itt járunk. Tehát, hogy mikor? Most azonnal. Most azonnal kell, és minden olyan dolog, amivel energiát tudunk spórolni, az tulajdonképpen a klímaváltozás ellen hat. Mert hogy a szén-dioxid ugye úgy hat, mondjuk is, hogy üvegházhatású. Tehát, hogy visszatartja a hőt, a föld nem tud lehűlni, és ez okozza azokat a szélsőséges időjárási körülményeket, amiket tapasztalunk. Tehát nem kell gondolkodni, most azonnal kell. Egyébként nézzük meg, hogy a gyerekeink egyre inkább kikövetelik, hogy változtassunk, és egyre másra látjuk, már Magyarországon is, külföldön is, hogy a fiatalok utcára mennek, és felhívják nekünk, szülőknek, nagyszülőknek a figyelmét, hogy figyeljetek oda, ne vegyétek el a jövőnket. Dr. Kis Ferenc, köszönjük, hogy velünk volt ma este.